A Magház és a Tolnai Kulturális Központ közös pályázatának elnyerése után került sor arra a kezdeményezésre, hogy Tolna történetének monográfiája alapján készüljön el egy rövid, de olvasmányos kiadvány a város történetéről. Nekem volt egy félig kész változatom egy Tolna történetéből, ezt egészítettem ki. Ez nem úgy kell elképzelni, hogy én saját kutfőből, illetve kutatási anyagból csináltam. Ez sokkal egyszerűbb dolog. 1992-ben Tolnán megjelent egy nagyon jó könyv, a Tolna monográfia. Ez egy nagyon vastag szakkönyvi kiadvány, szakkönyvi nyelvezettel. Sajnos hiába van rengeteg jó információ és érdekesség benne, a szak nyelvezete miatt nagyon kevesen veszik ezt kézbe. Én úgy gondoltam, hogy ezt lerövidítve, érthetőbbé, érdekesebbé téve csinálok egy kiadványt belőle. No, ez készült most el. A kiadványban röviden végigjárhatja az olvasó a város történetének érdekesebb eseményeit. Római kortól 1945-ig felvillantva az érdekesebb, fontosabb dolgokat. Hülyen követi természetesen a monográfiát, tehát ez rajta is van a könyvön, hogy a Tolna monográfia alapján egy rövidített változat. Felsős általános iskolás gyermekek számára, illetve gimnazisták számára készült ez a könyv, de természetesen úgy készült, hogy kicsit komolyabb azért a gyermek regényeknél. Felnőttek is nyugodtan kézbe vehetik, egy szórakoztatóbb szakkönyv és olvasmány lehet ez. A Tolna rövid története című kiadvány hivatalos bemutatója megtörtént. Mostantól minden érdeklődő számára elérhető a város életének rövid története.